Sokat úsztunk a nyáron, de nem a városi strandon, hanem az esőben. Az uszoda és a sportcsarnok kihasználtsága mégis majdnem teljes. Épített örökség. Már csak néhány présház és borospince emlékeztet Budaörs szőlőtermesztési múltjára. És elkészült az őrsi piacpad, a piaci árusítást megkönnyítő utcai bútorzat a budaörsi kertbarátok saját találmánya. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Megtartotta utolsó ülését a jelenlegi összetételű képviselőtestület. Jó estét kívánok! A tanácskozást ma délelőtt élőben közvetítettük, pénteken láthatnak majd belőle összefoglalót, de most a legfontosabbak következnek. Itt van Solymosi László kollégám. Szia Laci, hogyan telt az ülés? Szervusz, köszöntöm a nézőket! Természetesen nem volt politikamentes a zárótestületi ülés, de azért emellett fontos kérdések is napirendre kerültek. Így például kiemelhető, hogy elfogadták a BHS módosítását, zöld utat adtak a térfigyelőrendszer bővítéséhez, 10 új kamera kerül majd kihelyezésre, és döntöttek arról is, hogy egyedi esetekben 7,5 tonnáig feloldható lesz a kőhegyi 3,5 tonnás súlykorlátozás. Solymosi László, köszönöm! A képviselőtestületi ülést ma este a sportközvetítés után egyébként meg is ismételjük azoknak, akik a délelőtti élő közvetítésről lemaradtak, és ahogy elhangzott, összefoglalót is láthatnak majd a pénteki Városi Magazinban. Most azonban víz. Az esős nyár miatt a városi strandon kevesen voltak. Erről a létesítmény vezetője beszélt televíziónknak. Székely Búcsú ugyanakkor elmondta, hogy összességében az uszoda és a sportcsarnok is csaknem 100%-os kihasználtsággal működik. A probléma inkább pont ez, vagyis hogy alig van olyan hétvége, amikor szabad helyet tudnának biztosítani egyéb rendezvényeknek. Bár az idei nyár nem a hosszú forró napokról vált emlékezetessé, a budaörsi városi uszoda és sportcsarnok vezetése mégsem tartja gyengének a nyári strandidényt. Az időjárás az nem nagyon kedvezett nekünk, tehát igazából 2 vagy 3 olyan hétvégére emlékszem, amikor kánikula volt, azok nyilván nagyon erős, nagyon foglalt hétvégéink voltak. A strand látogatottsága pont az időjárás változatosságának köszönhetően nem volt optimális. Ezzel szemben azt tudom mondani, hogy például a nyári táborunk mindig sikeres volt, de soha még ennyire sikeres nem volt, nem csak létszámban, hanem visszajelzések alapján is. Úgyhogy amit tőlünk telt, azt megtettük. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból egy sikeres nyáron vagyunk túl. Mondom, a látogatottságot meg a gazdasági hátteret tekintve nem ez volt a létesítmény legerősebb nyara. Gyakorlatilag mennyire kihasznált a létesítmény és mennyi van még benne? Hát, hogyha most szeptembertől nézzük, tehát évközben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy jelen állás szerint, ahogy amennyi víz felőttünk van, és amennyi felőttünk egyáltalán van, ha a csarnokot is, meg a termeket ide veszem, akkor közel vagyunk a 100%-os kihasználtsághoz, tehát nagyon kevés az a mozgástér, amit még újat be lehet csempészni ebbe a létesítménybe. Természetesen vannak olyan ötletek, elképzelések, amivel tovább lehet bővíteni adott esetben a vízfelületet, esetleg a homokos pályára is már voltak olyan gondolatok, hogy talán kaphatna egy mobil fedést, amivel esetleg a téli időszakban is tudnánk növelni a felületeinket, de jelen állás szerint ebben a mostani állapotban majdhogy nem maximum vagyunk. Van a strand mellett bővítésre alkalmas terület is, ahol kellő szándék mellett akár még plusz úszómedencékkel, vagy egy nagyobb wellness központtal és szaunavarázssal is bővíthetnék a létesítmény kínálatát. Erre azonban egyelőre még nem készültek tervek és költségbecslések sem. Mi üzemeltetünk, tehát ezek ma még szerintem tervek, ötletek, gondolatok. Természetesen vannak olyan jellegű folyamatos karbantartási munkák, amik folynak akár napjainkban is. De hát nyilván nekünk ma abból kell főzni, amink van. Azt azért mindig elmondom, hogy hihetetlen jó látni azt, hogy egy város ennyire a létesítmény mellett van. Gyakorlatilag én ezt is el szoktam mondani, és ez nem csak egy reklámszöveg, hanem hogy ilyen jó kinézetű, ennyire tiszta és rendbe tartott úszoda nem sok van Magyarországon. Gyere, fogod a másik kezét, fújod a buborékot, nagy levegő. Ha az úszodát nézem, akkor nyilván mi avval tudunk
bármit előrelépni, hogyha a szolgáltatás minőségét javítjuk, változtatjuk. Ilyen ugye a babaúszásunk, amit már több mint fél éve vezetünk, és nagyon-nagyon szépen fejlődik, nagyon szeretik, de ilyen a most átalakított úszásoktatásunk is, ami Magyarországon majd, hogy nem először itt vezettünk be egy olyan szintrendszert és vizsgarendszert, ami a gyerekeknek és az oktatóknak is egy külön motivációs szint. Nagyon nagy tapasztalat nincs, hiszen szeptemberben indul, de egyelőre a szülők meg a gyerekek visszajelzése az, hogy jó úton járunk. Emellett természetesen akad egy-két hétvége, amikor egy-egy nagyobb eseményt is megrendezhetnek az úszoda területén. Ilyen volt legutóbb a Vízilabda Expo, amely kuriózumnak számított országosan is. A sportcsarnok kihasználtsága is a határait feszegeti már. Szinte azt lehet mondani, hogy reggeltől estig be vagyunk táblázva. Nyilván délelőtti időszakban a testnevelés órákat tudják itt tartani az iskolák. Délután pedig azok a bérlőink, akik már az elmúlt években is itt voltak, a kézilabda, a futszál. Most könnyen lehet, hogy a röplabda is pár mérkőzést ide fog hozni, úgyhogy ebből a szempontból nem panaszkodunk, nagyon-nagyon tele vagyunk. Igazából, ha problémát keresünk, ugyanaz a problémánk, mint a túloldalon az úszodában, hogy ahhoz, hogy egy-egy rendezvényt idehozzunk, vagy valami más esemény, nagyon korlátozott számú hétvégén kell rendelkezésre. Ha esetleg mégis akad szabad hétvége, szabad időpont, akkor elsősorban nagyobb kulturális vagy sportrendezvényeket próbálnak behozni a csarnokba. Legközelebb például október végén adnak helyet majd egy nagyobb Zorán koncertnek a sportcsarnok területén. Teljesen átalakult a Kőhegy. 100 éve még a szőlőművelés jellemezte ezt a területet. Ma leginkább, ahogy a szakemberek mondják, a lakófunkció. De azért néhány présház és pince megmaradt, ami különleges hangulatot kölcsönöz a környéknek. Ezt mutatjuk meg a jövő héten a Kult című műsorunkban, csütörtökön este itt a Budaörsi TV-ben. Most ebből következik egy kis ízelítő. Csap, Présház, Borutca, és ez csak néhány a budaörs szőlőtermesztési múltjára utaló utcanevek közül. Feltételezhetően már a rómaiak előtti időben is foglalkoztak a területen borászattal, egészen a filoxéra vész 19. század végi pusztításáig. Még a rómaiak előtti időben feltételezhetjük, hogy az itt élő Araviscus kelta törzs is már szőlőműveléssel foglalkozott, majd ugye a rómaiak tökéletesítették a részben tőlük tanult technikát. Pannoniai szőlő területekről olyan nagy mennyiségű borral választották el a birodalmat, hogy hát ez komoly viszályokat eredményezett az itáliai bortermelőkkel szemben, aminek eredményeként ki kellett írtani a pannoniai szőlőknek egy jó részét. És hát ugye a Budaörs, ez a terület, és a rómaiaknál azt, hogy ezen a területen szőlővel foglalkoztak, az abból valószínűsíthető, hogy szinte minden Budaörs környékén megtalált római kori emléken, oltárkövön, szarkofágon szőlő motívumot alkalmaztak kizárólagosan díszítésként. De a Budaörs pecsétjében is benne volt a szőlő motívum. Igen, az egy ugye jóval később, ez már az 1740-es években a frissen betelepült sváb délnémet lakosság pecsétjében gyakorlatilag a római katolikus vallásra utaló kereszt és a szőlő volt a két motívum, ami megjelent. Ezt a Kőhegyi kápolnán egyébként látjuk is az eredeti pecsétet. Ennek a több évszázados hagyománynak a nyomait őrzi a Kőhegy szabálytalan utcahálózata és a szőlőtermesztés jellegzetes épületei. A 18-19. Században épült több száz pincéből ma már csak 25-30 maradt meg, melyek közül néhány még őrzi eredeti állapotát. Egy nagyon szép pince előtt állunk, ahol látszik, hogy valószínűleg ilyen helyi értékvédelmi támogatás segítségével már a tetőt lecserélték. Ezt azért szeretem nagyon ezt a pincét, mert hogy mivel lejött a vakola, ezért nagyon pontosan lehet, kirajzolódik az, hogy így hogyan is falaszták, hogyan építették ezeket a pincéket. Ugye látszik az, ahogy a boltíves kapu fölött egy ilyen segédboltívvel boltozták át a terheket. És a kapu is még eredeti. És a kapu is eredeti, és valószínűleg az ablaktábla is, illetve valamennyire még a vakola díszekből látszik, hogy milyen volt az eredeti. Ez mikor épülhetett ez a pince?
ez is az 1800-as évek közepe vége felé épülhetett ez a pince is. Annak érdekében, hogy az Ófalu meg tudja tartani sajátos arculatát, az önkormányzat minden évben 40 millió forintot különít el a helyi értékvédelemre. Egy épületre maximum 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni. Idén jelenleg egy pályázat érkezett csak be, és éppen ezért ezt az október 15-i időpontot tervezzük meghosszabbítani, és december 10-ig meg szeretnénk hosszabbítani, hogy legyen még lehetőség pályázni. És jövőre is, hogyha az önkormányzat tud elkülöníteni erre, akkor jövőre is természetesen fogunk kiűrni pályázatot. Ha konkrétan most nézzünk egy ilyen présházat vagy pincét, arra milyen szabályozás vonatkozik, azt hogyan lehet felújítani úgy, hogy megőrizze az eredeti jellegét, vagy valamit megőrizzen az eredetiségéből? Hát erre van az egy olyan rendelet, hogy vagy minimum településképi véleményezési eljárásba kell részt vegyen, ahol a főépítész véleményezi a tervet, de ez egy olyan kiemelt hely, ahol a tervtanács is be van vonva, ahol olyan vezető tervező építészek bírálják el a terveket, ami alapján el tudjuk dönteni azt, hogy ez a terv megvalósításra alkalmas, vagy pedig nem. Egy szabályozás az mindig nagyon nehéz, mert nem lehet pontosan szó szerint leírni mindent, hogy hogy kell egy ilyen tervhez hozzányúlni, milyen érzékenységgel. Vannak az országban olyan területek, ahol azt mondják, hogy csak vezető tervező nyúlhat egy ilyen tervhez, vagy pedig azt mondják, hogy csak műemléki szakértő tervező nyúlhat. Itt Budaörsön mi nem akartuk megkötni ezt, hogy milyen tervező, inkább azt mondjuk, hogy megpróbáljuk a szabályozást olyanná tenni, hogy egy jó tervező meg tudja oldani ezt a feladatot. Dobos Boton Zsolt és felesége maguk tervezték és alakították át építészmérnöki irodájukat egy régi sváb présházból, amiért tavaly elnyerték Pest megye építészeti nívó díját. Ez az épület, ahol nekünk az irodánk van, illetve itt lakunk, ez is egy présház, illetve ez egybeépült már lakóházzal, 1914-ben, tehát pont 100 évvel ezelőtt épült. Nagyon érdekes, hogy ami annak idején az ajtó volt, most egy nagy ablakként szolgál. Igen, tehát hogy ugye ezeknek a présházaknak a hasznosítása az mindig kérdés, hogy mit lehet benne elhelyezni, hogyha nem akarunk bor termeléssel foglalkozni. Mi az építészirodánkat helyeztük el a présház részen, illetve hát majd, ha bemegyünk, akkor látjuk, hogy tartozik hozzá egy borospince is, amit pedig egy ilyen tárgyaló kiállító térként használunk. Itt a pince az egybeépült a lakóházzal, tehát pontosan akkora méretű, mint fölötte az épület. Tehát ez már nem a földbe volt, tehát földbe volt vájva, de nem föld volt ráhordva, hanem az épület állt fölötte. Illetve hát ugye azt látjuk, hogy itt a födém az már nem fagerendás, hanem acélgerendás tégla födén, tehát ez az úgynevezett porosz süveg födén. A falak viszont még ugyanúgy sóskuti mészkőből épültek, a pince pedig téglával van kiboltozva. És hát ugye ez az eredeti boros pince, ahol amit egy ilyen közösségi térként képzeltünk el. Ami azt jelenti, hogy hát az egyesületi rendezvényeket szoktuk itt megtartani. Jöttek már egyetemről is diákok, akik itt értékelték ki a fél éves terveiket, amiket Budaörsre készítettek, illetve hát a kulturális örökség napok pince túra alkalmára egy kis kiállítást állítottunk össze egyrészt a budaörsi pincéknek egy-két ilyen finom és szinte észrevehetetlen szép részletére, másrészt pedig olyan európai, meg a világ összes pontjáról példákat szedtünk össze, ahol körülbelül ilyen présház léptékű épületeket alakítottak át nagyon érzékenyen, az újat a régivel megfelelő arányba ötvözve valamilyen más eltérő funkcióvá. A pincék tehát a KUL műsorában a jövő héten csütörtökön este 6 órakor. De az örökségről szó lesz a következő percekben is. Itt van barátné Bátai Beatrix, a Kertbarátok és Kertészek Egyesületének elnöke. Jól mondtam a nevet? Budaörsi Kertbarátok és Kertészek Egyesülete. Kezdjük. Azért hívtuk, mert hogy az egyik ilyen nagy örökség, amit szeretnének megőrizni, az egy vadgesztenyefa, méghozzá vasútállomáson, és ezzel neveztek az év fája versenyre. Szeptember 10 és október 31 között lehet rá szavazni, és ha minden igaz, akkor 15 fa pályázik, vagy 15 fával pályáztak. 66-tal.
66-tal, akkor én valami olyan... És előválogattak. Ja, és akkor valami 15 az igaz. Igen, az 15 igaz, csak ugye ez így másképp hangzik, hogy 66, és abból 15 került be, és abban benne vagyunk. Miért ilyen fontos ez a vadgesztenyefa? Sokat látott. Tanúfának nevezzük, hiszen két világháborút, egy budaörsi csatát, végül is a svábok kitelepítését, és egy vasútpark cserét is végigélt, hiszen amikor 125 éve őt odaültették, illetve most már 128, csak azért mondjuk ezt a 125-öt, mert akkor épült a pályaudvar. És van egy olyan kép is róla, hogy ő már akkor ott áll mellette, odaültették, mikor egy picike kis pár méteres fa volt, és még egy másik fasor is van mögötte, egy házfasor, amit körülbelül abba az időbe ültethettek. Utána néztünk a MÁV-nál, amikor épültek ezek a pályaudvarok, mindenhol fásítottak. Tehát ez valós, hogy ő akkor született ott. Kettő fát ültettek, és az egyik sajnos tönkre ment. Tehát őt most a hősfa címre neveztük be, mert van egy ilyen alcíme is ennek a évfája versenynek, és megindokoltuk, hogy ő miért hősfa, hogy ennyi mindent kiállt, de és hogy ő maradt élve. Nem az a legfontosabb, hogy ez a legidősebb fa. Nem is ez a verseny lényege. De Budaörsön talán ez a legidősebb, nem? Vagy tudunk azért ennél idősebb? Van, biztos vannak idősebb fák is. Tehát nem az, hogy idős legyen és szép, nem erre megy ki, hanem egy történet, egy valós vagy egy kitalált történet, amit mellé tesznek, így van fönn a versenyen is. Na most a mi történetünk az valós történet. Kik hirdették ezt a versenyt, hogyan lehet erre szavazni? Ezt az Ökotárs Alapítvány hirdette. És interneten lehet szavazni? És interneten, online lehet szavazni, úgyhogy én erre szeretném is kérni a budaörsieket, akik szívén viselik, hogy a természet az örök, és hogy nekünk arra kell támaszkodni, hogy szavazzanak. Föl lehet menni az Ökotárs, úgy van, hogy évfája.ökotárs.hu ékezetek nélkül, és ezen belül van egy olyan szavazás, és ott a 14. sorszámban van a mi vadgesztenyefánk. És mi lesz, ha mondjuk megnyeri? Tehát ez lesz az évfája. Akkor mi lesz? Kap egy emléktáblát? Nem az a lényeg. Az emléktáblát mi megtesszük magunk, hanem lehet majd permetszereket kapni, tehát amivel ápoljuk metszőollót, ezt a föld, ezt a hosszú karossat, hogy elérjük, és hogy tudjuk egy kicsit gondozni, mert sajnos az aknázom, hogy megtámadta, és hát ráférne. Sőt, mellette egy épület áll, amiben olajt tároltak, és olajos a talaja. Ezt mi szeretnénk, legalábbis a felszínén, mert reméljük, hogy nem szivárgott mélyre, kicserélni, tehát mi a felszínéről, amit tudunk, leszedünk talajt, és október 24-én lesz a Földünkért Világnap, amit mi ott szoktunk tartani kin, és földet viszünk. Felkérjük a lakosokat, de nem is a lakosok, akik tényleg arra járnak, vagy úgy érzik, vagy lakosok voltak, mert már olyanok is jelentkeztek, hogy már nem Budaörsön laknak, de jönnek, hogy hozzanak egy zacskó földet. Gyere a vasútállomásra egy zacskó földdel. Miért szeretik ennyire a vasútállomást? Tehát azért a városnak számtalan érdekes, értékes, szép pontja van, és ahol sokkal több budaörsi megfordul. Miért pont a vasútállomáson, ami egyébként egy, hát hogy fogalmazzak finoman, egy nem szép látvány? Nem, de egy olyan csomópont, amit muszáj szépé tenni. Hiszen olyan vonatok is mennek arra, nemzetközi vonatok, amik nem állnak meg, csak keresztül mennek szépen lelassítva, és kinéznek az ablakon az utasok, és mit látnak. Mert én például, ha utazom, olyan boldogan nézek egy szép pályaudvart, ahol virágok csüngnek, és ápolják, le vannak festve a padok. Nem kell annak legmodernebbnek, csillogó-villogónak lenni, pontosan a régi szép épületek tetszenek, amiket még tényleg 128 évvel ezelőtt valamikor a MÁV így végig épített, mert ezek ilyen hasonló stílusúak, mint a budaörsi. És érdemes lenne ezt is széppé varázsolni. Mi ezen próbálkozunk, most már évek óta, a más nem, egy kis kertet létesítettünk, egy kopjafát ültettünk, vagy kopjafát állítottunk, és ültettünk bokrokat,
hogy úgy szemből, hogyha úgy lát valamit, úgy kinéz a utas, hogy akkor egy olyan jó benyomása legyen. Sőt, a feliratot is megcsináltattuk, hogy Buda őrs, mert ugye egy neon felirat volt, ami nem égett. De most lecserélte a MÁV formára, tehát ők tettek föl. Az igaz, hogy ez nem világító, és eléggé rossz a megvilágítása, figyeltem már éjszaka. Tehát valahogy azt is egy kicsit be kéne állítani, hogy el lehessen olvasni azt, hogy Buda őrs. Egy olyan tervünk volt, hogy a német nemzetiségi önkormányzattal közösen ezt úgy rendbe hozzuk, hát ez még mindig, mindig terv. Élő, igen. Mert hogy innen telepítették ki, igen, a svábokat egy táblával megjelölve. Egyébként locsolni például tudnak? Tehát van ott víz, vagy akkor kannában viszik van, a vizet? Nem. Van egy nagyon szép vöröskő ivókút, amiről vizet lehet venni, egy fél méterre van a kertünktől. Tehát mi ki szoktunk menni, csak valahogy ennek több gondozás kéne. Próbáljuk a állomásfőnököt meggyőzni, hogy valakit jelöljön ki. Hát hiszen miből áll, ha nem jön vonat, és két vonat közt egy kicsit oda kiállnak, és meglocsolják a virágot, meg oda járnak ki dohányozni. Igen, régen ez feladatuk is volt, igen, a vasútállomáson dolgozóknak. Ha már örökség, a budaörsi őszi barackfákat szeretnék visszahozni, mert hogy, mint arról már többször beszéltünk, Budaörsön régen nagyon sok őszi barack fa volt, híres volt Budaörs az őszi barackról. Hogy állnak ezzel? Tehát most, amikor készülnek az Egyesület 10 éves születésnapjára, ami zárójel jövőre lesz, akkor mit mondanak, hogy hogy állunk ezzel? Én úgy érzem, hogy nagyon jól állunk. Most már harmadik éve, hogy augusztusban a Corvinus Egyetem professzorával, Timon Bélával mindig megkeressük a hegyoldalt, akik jelentkeznek, és sok jelentkező van, mert mi előinte kerestük a jelentkezőket, most már nem kell keresni, hanem ajánlkoznak, hogy nekik is van régi. Tényleg olyan, hogy 80-100, sőt most már 120 éves fát is találtunk, amelyik szinte ketté van nyílva, el van korhadva, de van rajta még élő, és erről tényleg érdemes venni, és ez a nagy siker, és a Corvinus Egyetem tangazdaságába kint Soroksáron, úgy, ahogy azelőtt a svábok keserű mandula alanyra szemzik. Tehát nem tavaszi oltás van, hanem augusztusban szemzés. És tavaly, amit vittünk, azt most fogjuk megkapni október 21-én, mert 20-ától nyithatják ugye a fákat, és 21-én szabad gyökerűvel, tehát nem konténeres lesz, és akik feliratkoztak, már több mint 60-an a 70 fára, még van egy pár hely, úgyhogy lehet jelentkezni, és szívesen vesszük, és ide-vissza, tehát ez a déli lankára, ami megfelel az őszi baracknak. Tehát nem szeretnénk, ha elvinnék innen, mert többen jelentkeztek, hogy ők a telkükre valahová messzire elvinnék, és mondtunk, hogy mi azt szeretnénk, ha ezek a fák itt teremnének. Hát ez a cél. Ha önmagának is, tehát a kert tulajdonosnak, de hogy idővel piacra lehessen velük megint menni, és elmondhassuk azt, hogy íme itt van az igazi régi, szaftos, finom őszi barack, amit mindig keresnek, hogy hol a budaörsi. És most már olyan különleges fajtákat is találtunk, amik most már nem csak az, hogy mariska, meg champion, tehát van olyan, hogy szőlőskertek királynője, ez egy szőlő is, de van egy ilyen nevű barack is például. Azt mondja, hogy piacra lehetne vinni, ugye ebben segíthetne a Budaörsi Agrárgazdasági Bizottság, jó a kapcsolatuk velük? Igen. Hétvégén ott voltak a gazdanapon. Minden hétvégén kim vagyunk még eddig. Persze, amikor elfogy a termésünk, amit ugye most ilyenkor kiviszünk, akkor már nyilván nem tudunk menni, de a piac az attól függetlenül működik, hiszen itt vannak tejfélék, pékáruk, rengeteg húsárút is kivisznek, tehát ez nyilván tovább fog menni, csak mi, nekünk ilyen terméseink nincsenek. De a másik piac, amit viszont önök nagyon szeretnének évek óta, az a CBA előtti patka piac. Igen. Ugye készült egy pad, őrsi padnak nevezték el, legutóbb, mikor itt volt a stúdióban, akkor egy nagyon aranyos kis maketton be is mutatta ezt. A lényeg az, hogy ez egy árusító hely, de amikor véget ér a piac, akkor össze lehet csukni, és padként, igen, funkcionál. El is készült egy mintapéldány.
Egyrészt kérdezem, hogy mi lesz ezzel, főleg úgy mi lesz ezzel, hogy most már szó sincs arról, hogy ott piacot csináljanak. Felmerült több helyszín is, a posta épülete melletti terület, felmerült a templomtér, és akkor folyik róla a beszélgetés, hogy melyik lenne a jobb. De erről senki nem beszél, hogy ott csináljunk piacot. Mert az Agrárgazdasági Bizottság jelölte azt a másik két helyet, ők azt szorgalmazzák. Mi nekünk meg szívügyünk a patka piac, hiszen egyszer összeültünk a CBA-val, és ők engedélyezték. És most is engedélyezik annak a pár idős termelőnek, akik igazából nem szeretnének messzebbre elmenni. Tehát nekik az ott egy nagyon jó központi hely, és én úgy hiszem, hogyha ott egy pár árus kin marad, az senkit nem fog zavarni, hiszen széles a járda, elférnek, és végül is nem megyünk bejjebb a CBA területére, hanem pontosan a patka előtt. És mi úgy gondoltuk, hogy ezt is úgy elevenen tartjuk. Igen, csak azt mondja, hogy pár gazda. És mi van, hogyha még pár jelentkezik? Akkor ki és hogyan dönti el, hogy akkor kimaradhatok? Nem szoktak többen jönni. Mert az újak már szívesen mennek az új piacra. Tehát ide egyik sem jött el, akik termelők, budaörsi termelők, és meghallották, hogy van az az új piac. Oda mentek ki természetes, hiszen ők úgy gondolják, hogy ott több ember megfordul, hiszen ott a lakótelep. Vissza a padhoz. Elkészült a prototípus. Most akkor mi következik? Most akkor azt várják, hogy jól sikerült, és akkor valaki azt mondja, hogy na, akkor megrendelünk belőle x darabot? Megoldásra várunk, igen. Ez akkor mondjuk a képviselőtestület, tehát az önkormányzat feladata lenne. Is. Is. Hát érdeklődve várjuk a folytatást, úgyis választások következnek, aztán kiderül. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a riportot. Ezzel a Városi Magazin végére értünk. Műsorunk után felvételről közvetítjük NB1-B-s női kézilabda csapatunk marcali elleni meccsét. Utána pedig a ma délelőtti testületi ülés közvetítését ismételjük meg, aztán pedig a szokásos ismétlések. De holnap, az a csütörtökön este 6-kor Dobogó Extra. Itt van a szerkesztő műsorvezető Linka Ágnes. Szia Ági, ki lesz a vendéged? Én is szeretettel köszöntelek, Lajos. A Dobogó Extra új sorozattal indul, és I.S. Robert színművész lesz a vendégem. Azaz I.S. Robert, aki most már társulati tagja a Budaörsi Latinovics Színháznak. Köszönöm, Ági, érdekesnek ígérkezik. Nézzék tehát csütörtökön is a Budaörsi TV-t, 18 órakor kezdődik a Dobogó Extra. Persze azoknak is vannak ajánlataink, akik inkább kimozdulnának. Társasjáték klubjába várja a társaságot keresőket. A lakóközösségi információs szolgáltató iroda Szabadság úti helyiségébe csütörtökön 16 és 18 óra között. Különbéke, avagy Szabó Lőrinc a 20. század egyik legkiválóbb költőjének műveit feldolgozó irodalmi est nyújt kikapcsolódást az Adler kávéházban csütörtökön 17 órától. Elégedetten az élettel a címe Pál Feri atya előadásának, aki a Jókai Mór Művelődési Központ vendége lesz csütörtökön este 7:30-tól. A gyerekneveléshez nyújt segítséget a Család Születik, dr. Mohás Lívia pszichológus előadása a Szülők Akadémiája programsorozat keretében pénteken 19 órától az Ifjúsági Klubban. Továbbra is érdeklődve várjuk észrevételeiket, véleményüket műsorainkkal, riportjainkkal kapcsolatban, no meg a településről. Telefonszámunk 424-750, e-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu, persze ékezetek nélkül. Felhívom a figyelmüket, hogy szombaton egész nap választási műsorok lesznek élőben itt a Budaörsi Televízióban. Reggel 9 órától egészen délután 17 óráig az 1-től 5-ös körzet jelöltjeit ismerhetik meg 2 óránként. Minden körzet jelöltjei vitáznak majd. Szombaton este 19 órakor pedig élőben a polgármester jelöltek vitaműsora, az első vitaműsor, tehát itt a Budaörsi Televízióban. De addig is sok mindent kínálunk önöknek, maradjanak velünk, viszontlátásra!